A homeopátia az egy több mint 200 éves gyógymód, és nagyon röviden azt tudnám mondani, hogy a hasonlót a hasonlóval gyógyítja, hogyha valakinek olyan tünetei vannak, mondjuk egy szénanáthából kifolyólag, hogy a szeme kifolyik, az óra folyik, a prüszök, tüszök, stb., akkor ez nagyon hasonlít ahhoz a helyzethez, amikor hagymát pucol az ember. És ezekre a tünetekre a hagymából készült homeopátiás szerrel lehet nagyon jól hatni, és gyakorlatilag a szervezetet tehermentesíteni, a könnyezés, orrfolyás, stb. Alól. Tehát a hasonló gyógyítja, ez a homeopátiának a vezérelve. Például, hogyha van egy olyan páciens, és az embernek van ilyen, akinek kitenyészik mondjuk a torkából a streptokokusz, akkor a streptokokkuszból készült homeopátiás szerrel, a streptokokcinummal, ha azt adagoljuk megfelelő formában és megfelelő ideig, akkor a szervezetet arra késztetjük, hogy eltűnjön innen az a kórokozó, ami neki sorozatos torokgyulladásokat okozott. Hát ez valahogy az oltásokkal is így működik. Azóta, amióta a kollégáimmal együtt az oltással párhuzamosan adjuk ezeket az úgynevezett oltási nozodákat, azóta úgy tűnik, hogy sokkal-sokkal kevesebb a probléma az oltásokkal kapcsolatban, mint akkor, amikor ezt még nem csináltuk. Az oltásokkal az a probléma, hogy egy elavult tudomány alapszarak. Tehát eleve a Pasteuri fertőzés elmélet, ami alapja ennek az egész gondolkodásmódnak, hogy nevezzük paradigmának, az elavult. És tudjuk azt, hogy valójában mi a fertőző betegségeknek a mechanizmusa, hogy jön létre, hogyan lehet megszakítani ezt a láncot, és nagyon egyszerű és olcsó módszerekkel megoldható. A tápanyagaink azok, amik az immunrendszernek az első védvonalát képezik. A tápanyagainkat használja a szervezet a mikrobiális szaporodásnak a leállítására. És ezek a tápanyagok ugyanakkor visszaaktiválják a meggyengült immunrendszert. Mi kizárólag csak a betegségekkel foglalkozunk, a betegségekre fókuszálunk, amik valójában megelőzhetők lennének a megfelelő prevenció alkalmazásával. És még akkor is, ha bekövetkezik a megbetegedés, ugyanaz a módszer, ami a prevencióra hatékony, csak persze magasabb koncentrációjú hatóanyagokat használva, ugyanaz a magát a fertőző betegségeket is el lehetne vágni. Az immunrendszert semmire nem tudjuk megtanítani, amit az már ne tudna. Teljesen értelmetlen az immunrendszert stimulálni arra, hogy egy bizonyos patogén ellen extra védelmet nyújtson, amikor az már benne van a programjában. Jönnek ezek a WHO szerződések, a pandémia szerződés és a nemzetközi egészségügyi szabályzatokat is meg akarják szigorítani, és ezzel teljesen el fogjuk veszíteni a demokráciát. Én azért harcolok, hogy ezeket a szerződéseket, főleg most a WHO-val a lehető leggyorsabban próbáljuk stoppolni, mert ezeket májusban már meg akarják szavazni a következő egészségügyi gyülekezeten. A legtöbb ember nem is tudja, hogy mennyire veszélyesek ezek a szerződések, és most azért vagyok főleg itt Magyarországon, hogy az embereket fölébresztjem, és hogy a károsultakon hogy lehet segíteni, mert van két nagyon jó növényi anyag. Az egyik az a natokináze, azt már sokan ismerik itt Magyarországon, az egy szójatabletta, ez be van bizonyítva, hogy ez leállítja a spájprotein termelését, mert már tanulmányok is bebizonyították, hogy akik ezt az oltásokat kapták, a fele szinte egész életen átszal évekig termelik ezt a spájkprotein. Tüske fehérjét úgy mondják magyarul. És a másik pedig egy indiai növény, az Andrographis paniculata, ez is mindent kimos, és az immunrendszert is eléggé rendbe hozza, úgyhogy ebben tulajdonképpen az én körömben most már elég nagy sikerek vannak, hogy komoly szív problémákat, még reumát is, és szóval ami nagyon sok mellékhatását, amit tulajdonképpen a betegek kaptak, az injekció után sikerült ezzel kijavítani, ezzel az Andrographis paniculatával.